sportosat. Híradónk vendégei Lévai Levente, a Honvéd Kadett EB ezüstérmes birkózója, valamint klubtársa Cucor Dominik serdülő EB bronzérmes. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! A Honvéd fényes jövői vagytok, azt mondják nekem a szakemberek. Dominik, te vagy a fiatalabb egy évvel, ugye? Természetesen, igen. Mit szólsz ehhez? Hát nincs ezen mit szépíteni. Te vagy a legjobb. Én vagyok a hát nem a legjobb, de a legkisebb igazából. Hogy a legkisebb? Hát mindenhol én vagyok a legkisebb, és akkor ez már ilyen állandóvá vált. És akkor azért lettél EB bronzérmes? Hát nem, mert azért lettem EB bronz, mert nem úgy sikerült az elődöntő, ahogy vártam. És miért nem? Mert felülmúlt az azerbajdzsáni küzdőtárs. Jobb volt tényleg? Hát nem mondanám jobbnak, de volt benne olyan baki, amit én csináltam. Ezt egy tanulópénznek vehetjük. Lévai Levente, te egy nagyon könnyű helyzetben vagy. Édesapád, kiváló edző, testvéreid, kiváló birkózók, a bátyáid. Azt mondják, hogy neked csak megszületni volt nehéz. Mit szólsz ehhez? Hát azt már csak édesanyám tudja, hogy megszületni volt-e nehéz. Hát mondhatjuk könnyűnek, de lehet mondani nehéznek is azért, mert ugye megvannak az elvárások, hogyha már ilyen szép eredményeik vannak a bátyáimnak, akkor már nekem is elvárt azért az eredményem. Ezt és... kimondja egyébként valaki? Feléd? Súlykolja? Mondja? Sugalja? Vagy... Hát azért a testvéreim, amikor egyszer-egyszer odaszúrnak, persze poénosan, de azért én azért szeretem komolyan. Azért van benne egy kis igazság is, ugye? Akkor hát igen, van. Meg hát azért a verseny, a családon belüli verseny is megvan, hogy ki mikor ér el eredményeket. Hoppá! Meg van neked például az, hogy ebben a korosztályban, mert te vagy, a testvéreid hol tartottak éremgyűjtésben? Hát igen, igazából a Zolika az már... Szülői engedéllyel is nyert kadettérmet. Tehát ő eredményesebb volt ebben a korosztályban, mivel most te vagy. Hát igen, de csak azért, mivel én tavaly nem versenyezhettem. Akkor én is szülői engedélyes voltam, csak akkor nem volt világverseny. A pandémia miatt. Aztán ki tudja. Így jártam. Akkor Zoli megelőzött téged. Hát igen, de majd én azt szoktam mondani, hogy majd amikor mindannyian abba hagyjuk, akkor majd ott összeszámoljuk az érmeket. Neked, tesó? Nekem is van egy testvérem. Ő is birkózik. Ő is birkózik. Te is azért lettél birkózó? Nem. Ő lett azért, mert én vagyok birkózó. Igen? Mi tetszik neked a birkózásban? Úgy maga a sport, hogy szebbtől szembe állunk az ellenféllel, és az erő, hogy minél igazából, hogy kinézünk igazából, azt tetszik a legjobban, hogy azért meghagyja a sport, hogy azt tanít, ugye? Ad egy jó fizikumot, és megtanít az életre. Tehát felkészültem, mész be a felnőtt életbe. Ha már itt tartunk a tanulásnál, hogy van az, hogy mind a ketten szuper jó tanulók vagytok? Hát, a jó fej, igazából. Akkor most már ez lesz majd a birkózókra jellemző, hogy aki birkózó, az mind nagyon okos? Én remélem. Ez volt a cél. Igazából... Én annyit tudok mondani, hogy oda kell figyelni órán, otthon nem is kell annyit tanulni. Egyszer-kétszer azért átismételem azért óra előtt a tananyagot, de én úgy érzem, hogy így meg lehet azért tanulni. Mondom, neki csak megszületni volt nehéz. Még jó feje is van. Elolvassa, s megjegyzi. Neked is így megy? Hasonló. Igen? Igen. Volt már úgy, hogy edzésen úgy elfáradtatok, hogy kisenyítottátok a könyvet? De csak ezért, mert elfáradtatok, amúgy ki kellett volna nyitni. Hát, most csak így négy szem közt. Hat szem közt? Hát volt már, volt. Akkor a legtöbbször, hogyha olyan nehéz azért a tananyag, akkor beállítottam reggelre az ébresztőt egy fél órával előbb, aztán kicsit gyorsan átfutottam az anyagot, de valamikor kise nyitom otthon, ezt bevallom. Hoppá. De te ezt nem mered megtenni, ugye? Nem. Néha előveszem egy-két mondatot, azért olvasok belőle. Igen.
Dominik, te hová jársz, melyik iskolába? Én a Géza Fejedelem szakközépben járok, a sportedzői szakra. Hányikos leszel majd ősszel? 10. 10-es. És utána? Hogy utána? Tovább? Mikor vége letelik utána, hogy tervezed? Hát még úgy konkrét tervem nincsen, de... Még van még időd, hát tudom. Még van időm, de így a sportmasszőr felé szeretnék így tovább tanulni. Leventét azért nem kérdezem, mert ő neki, tudod mi a válasza? Olimpiai aranyére. Neki. Igaz? Hát ez ki lett találva. Igazából ez az egyik cél. Aztán... Suliba hova jársz? Én ugyanoda, ahol mondjuk osztálytársak vagyunk, igen. Egymás mellett is ültök a padban? Igen. Nem ültetnek szét benneteket? Nem. Két jó tanulót. Hát veszélyes. Hát egymásról esünk. Hát valamelyik tanuljukat az egyikünk, a másikat a másikunk. Mi külön ültetnél le benneteket, csak azért, mert akkor másik két gyereket is felhoznátok. Nem? Igaz. Igen. Jogos. Szoktatok hülyéskedni órán, vagy azért figyeltek csendben? Mert hogy két jó barát egymás mellett, hát... Hát néha-néha szoktunk azért, de időnk nagy részét az órára fordítjuk. Szünetben? A szünetben azért többet, de azért azt is mértékkel. Edzésre hagyjátok, mennyit kell nektek edzeni ebben a korban? Hány évesek vagytok? 15-16 igazából. Akkor most vagytok a legjobban terhelhetők. Igen. Most igazából ki tudjuk alakítani a felnőttkori vázunkat. Azért igen, azért kérdezem, hogy mennyit szoktatok napi? Hát úgy van, hogy... Suli mennyit enged? Napi két edzést azt nem enged? Hát de, mivel enged. Ugye sportedzőire járunk, ez úgy van direkt beállítva, hogy az, jó. Az órarend úgy legyen. Hétfőn 2-t, kett, szerda, csütörtök 1, és pénteken még 2-t. A kadett EB-re, térjünk már vissza egy pillanatra, ezüstérmes lettél. Ugye haragudtál magadra? Természetesen. Ez nálatok egyébként ez családi vonás, hogyha van vereség, akár egy döntő, akkor kész, minden borús? Nem, dehogy is. Hát igazából szerintem mindenki úgy van vele, hogyha elveszít egy meccset, akkor haragszik magára, de azért egy idő után átfogalmazódik az egész verseny benne, és meglátja magában a hibákat. Uh-huh. Jó, nagyon sokszor, százszor visszanéztem a meccsem azóta. Lepuskáztad, amit a Dominik mondott előbb? Nem, de hogy is. Most hát nem igen. Az órán vagyunk, most nem kell puskázni. Miért kapták egyébként? Jobb volt, valóban jobb volt, vagy te is egyet hibáztál, nem figyeltél oda? Hát fizikálisan én azt mondom, hogy erősebb volt, viszont... fejben úgy érzem, hogy nálam volt az előny. Mondjuk ebben a korosztályban azért jellemző, főleg genetikailag attól függ, hogy honnan kapjátok az ellenfeleket, hogy akár úgymond, idézőjelben mondom, 2-3 évvel is idősebbnek tűnhetnek, erősebbek lehetnek. Természetesen, főleg ezek a keleti államok. Igen. Azért... Ezek ellen hogy lehet fölvenni a küzdelmet? Mikor látod, hogy hú, az olyan, mint apám lenne. Ilyenkor mit csináltok? Milyen taktikával lehet küzdeni? Hát össze kell szedned magad fejbe, és a legnagyobb erővel neki kell ugrani, és valamilyen technikával meg kell verni. Ilyenkor tudjátok, aki úgy szemmel láthatóan erősebb fizikai állapotban van, hogy akkor mit lehet vele kezdeni? Vagy menet közben derül ki? Hát azért már van egyfajta technikánk, így a évek és tapasztalatok alapján már vannak új technikák. És mik ezek a technikák, mert ilyen srácok ellen lehet használni? Hát én sokszor csinálom azt, hogy szemezek velük. Na. Van, mikor direkt hamarabb érek fel a szőnyegre, és végignézem, ahogy feljön. Ez már... Végignézed, vagy lenézed? Nem. Jön, és lenézni senkit. Nem szabad. Okay. Az egy nagyon-nagyon rossz cselekedet. És igazából ez. A agresszivitás az nagyon, az nagyon-nagyon, hogy ott kell legyünk. Agresszivitásban, és úgy kell elkezdeni a meccset, hogy érezze, hogy én vagyok a jobb. Uh-huh. Dominik, te hogy vagy ezzel a... hogy most meg kell mutatni, hogy te vagy a király. Megy ez? Vagy ezt gyakorolni kell, tanulni kell, vagy önmagától? Hát az önmagától. Benned van? Hát valamennyire igen. Tesódon már sokszor nem érted ezt? Igen.
Igen? Igen. De hát ő idősebb tőled hány éve? Már kisebb. Ő kisebb? Ő kisebb. Akkor könnyű. Ha, az még csak könnyű. Suliba kellene nagyobb, amikor egy 11-essel. Na, azok nem mernek. Ja, ők már nem mernek veletek kötekedni. Szóval akkor egyébként ezt, amit most mondtál, magatoktól jöttök rá erre, hogy így kell fellépni, vagy ezt tanítják, mondják az idősebbek, akár az edzők, hogy hogyan kell ezt a lelki csatát megnyerni? Hát valamit kapunk tanácsként, hogy hogyan, de a legtöbb azért úgy jön, hogy nézzük a nagyobbakat versenyeken, kérdezünk a nagyobbaktól, edzőstársaktól, például az én bátyáimtól kérdeztem, hogy mit lehet ez ellen tenni, és ők azért tudnak egymást ezekről. Ha legközelebb találkoztok, akitől kikaptál, illetve te a döntőben, ki nyerne? Az én ellenfelem, de én szerintem. Igen? Nálad? Én. Mindent igen. Megtennék. Szívem. De mind a ketten úgy érzitek, hogy verhetőek voltak, nem? Igen. Ez egy kicsit úgy megy, jobb így a lelketeknek? Megnyugtatja a lelketeket? Ez, hogy végülis olyan nem kell tőle legközelebb tartani, hiába nyert most ő. Ezt hogy dolgozzátok fel? Én mindenkitől tartok. Igen? Igen. Sokan mondják, hogy nem látszik az izgalom meccseim előtt a szememben, meg semmi, sehogy, de én egyszerűen nagyon izgulok belül. Még mindig? Na, most nem. Nem. Hány éve versenyzel? Hát birkózni egy olyan 10 éve kezdtem, de úgy igazán versenyszinten egy olyan 8-9 éve. És mindig még van benned egy kis félelem? Félelemnek nem mondanám. Egy kis félelem mindenkiben van. Rossz, ha nincs, én azt mondom. Igen? Igen. A izgalom, félelem az kell, hogy legyen egy... A verességtől, a szégyentől? Hát, talán azért, mert nem tudom, hogy megmutatni, hogy mire vagyok képes. De én úgy érzem, hogy ezt az izgalmat erővé kell átalakítani meccsek előtt. De mindig ezt meg kell egyébként mutatni, mindig, hogy mire vagyok képes, nem elég csak egy ponttal győzni és kész. Hát nem minden esetben kell megmutatni, mert lehet ez egy jó taktika is, hogy nem mutatom meg azon a meccsen, hogy mit csinálok, és a másik meccsemen pedig azt aktiválom, azt a képességet, ugye. Van olyan magyar felnőtt, kötött fogású birkózó, aki például a képed volt? Most is az Lévai Zoltán, tudnám ezt mondani, a Tamást is, Lévai Tamást, Lőrinc testvérek természetesen, Torba Erik, ők lennének. Tényleg a Lőrinc testvérekkel, hogyha oda mennél hozzájuk, éppen egy valami csoda folytán egy helyen lenne az edzésetek. Felkérnél, egy kicsikét mozogjatok együtt? Persze, azért. Jó lenne egyet birkózni. Nem volt még erre példa? Még nem. Még sajnos nem. Szeretnéd csak úgy érezni, hogy milyen az, ugye? Igen. Hát te szerencsés vagy. Mondhat. Mondom, neki csak megszületni volt néz, ugye? Így függ az aranyéremet és az olimpiát megkapni, csak így tárcán, csak úgy viszik. Meg se fog izzadni. Egyébként egyszer se volt úgy, hogy abba hagyod a birkózást? Nem volt ilyen. Nem? Egyáltalán nem. De akkor ez a te utad, ezt úgy érzed akkor? Hát voltak nehéz napok, de mindig az vitt előre, hogy van egy célom, és azt be kell fejeznem. Fogyással hagyjátok? Kell nektek fogyasztani? Versenyekre? Hogy bírjátok, ha kell? Hát volt már. Most például én az Európa-bajnokságra úgy egy 5 kilót ledobtam. Na, ugye nem egy-két hét alatt, mivel az elég drasztikusan csökkenteni a teljesítményemet. Ezt én egy-két hónap alatt kevesebb cukros időt, cukros ételt ettem, így folyamatosan ment lejjebb a súlyom, és akkor az utolsó egy-két hétben Európa-bajnokság előtt már maximum egy-két kilom volt. Az pedig már könnyebben lehet. Folyadék, stb. És akkor. Igen. Megvonással is akkor. Hát igen. Nálad? Nálam is hasonlóan működnek a fogyás, ugye, fogyások. Hát ugye igazából most rátok néz az ember azt, hogy miből fogytok, ugye? Hát igen. Hát vannak ezek a belső zsírok azért, amiket igazából versenyen meg lehet érezni, hogy le van fogyva az ember, és mennyivel gyorsabbnak érzi magát. Igen? Igen. Te is jöjjön?
Igen. Akkor a fogyás az jó dolog? Hát egy szempontból igen. Ebből a szempontból, hogy kicsit gyorsabb vagy aktívabb, vagy nem úgy fáradsz el. Verseny után mennyi idő alatt szeded vissza a súlyodat? 3-4 nap környéke. És te? Hát ugyanez, viszont nem mindig szabad, mivel másnap ugye Európa-bajnokságon mérés van, hogyha igen, bejutunk. Ugye. Jó, de még a versenynek után... Ja, könnyen. Igen, elég könnyen visszaszedem én a súlyt. Hát, igen. Nem egyszerű fogyasztani. Emlékszem rá, én is ebben a korban fogyasztottam, és úgy néztem ki, hogy iskolatanár azt mondta, hogy menjek haza. Vannak ilyen fogyasztások, de hát aztán az ember utána ezeket túléli, és megerősödik. Így van? Ami nem öl meg, az megerősít. De hogy nagy fogyasztók már nem lesztek. Tehát a 4-5 kiló max annyi. Hát... Erre mennyire figyeltek oda? Mennyire figyelnek oda? Mert most már ugye van egy egészségmegőrzés, stb., hogy ne károsodjon senki. Természetesen. Hát igazából már az előző évnek, mikor vége vannak a világversenyek, akkor már úgy vagyunk vele, hogy látjuk, hogy megáll a növés, vagy még folytatódik, akkor igazából jövő évre be tudjuk lőni a súlyunkat úgy körülbelül, hogy mennyi legyen. Suli, melyik a kedvenc tantárgyad? Testnevelés. Neked is? Testnevelés, és én az angolt is nagyon szeretem. Te csak a testnevelés? Meg anatómia, ami úgy tetszik. Igen? Állatorvosnak készülsz? Vagy... Nem, a sportmasszőrihez kell majd. Aha. Miből vagy a legjobb egyébként? Jó kérdés. Hát... Ugye anatómiából, amit úgy szeretek, angol is megy, úgy nagyjából matek az ilyen, ez szó-szó, edzésprogram, edzéselmélet, gimnasztika, nagyjából ezek a tantárgyak. Nálad? Én angolból. Nagyon szeretem igazából testvéreimmel is, sokszor beszélek angolul, az tökéletes sem megy, a gimnasztika az nekem is. A csúcson van, mondhatni, és ugye a testnevelés az. Anatómia? Hát, anatómiát szeretem, de azért van olyan tantárgy, amit jobban. Akkor meghagyod Dominiknek. Tényleg, ebben a korosztályban verekedtek még? Szoktatok verekedni? Én nem verekedtem még életemben soha, szóval... Még én sem. Nem? Nem volt rá. Nem is kötöttek még belétek? Nem. Én nem szeretem keresni a bajt. Én inkább úgy vagyok vele, hogy mindenkivel jóba vagyok, aztán... Hát mert az is lehet, hogy van egy srác, nem olyan nagy alkat, de ki tudja, mi lesz belőle. Aztán én inkább úgy vagyok, hogy inkább hagyjunk mindenkit a saját dolgára. Jó fej leszek mindenkivel, aztán lesz, ami lesz. Sérülésekkel hogy jártok? Mennyire vagytok érzékenyek sérülésekre? Hát azért... Van, de megfelelő bemelegítéssel az edzések során ezeket el lehet szerencsére kerülni. Természetesen van egy-egy szerencsétlen olyan eset, amikor ezzel nem tudunk mit tenni, de én egy évben talán ha kétszer úgy súlyosabban megsérülök, de az sem olyan nagyon kritikus. És te? Hasonlóan annyi, hogy max. egy-két sérüléssel kevesebb. Ujjaitok? Még rendben van. Azok rendben vannak. Mert ugye... Fogás, bontás. Hát igen. Előfordulnak, ugye, dolgok. Előfordul. És látom, a fületeket nem törték még össze. Szándékosan? Vigyáztok rá? Hát szerencsére meg nem volt példa, hogy eltörnék a fülünket, úgyhogy részből szerencsések. Ismertem olyan birkózókat, akik szándékosan törették el a fülüket, csak hogy jól messziről látszódjon, hogy ő birkózó. Hát... Én is ismerek ilyeneket. Igen? Igen. Edzőstársaim között is vannak ilyenek, de nem tudom, én nem tudnám rávenni magam, hogy ilyeneket csinálják. Hogyha eltörik, az természetesen módon legyen. Az a küzdelemben, igen, a csevébe. Igen. Nem férne bele a fülhallgató. Ugye? Ugye? Nektek edzőtábor az mennyire
súlyos? Tehát vannak hosszú több hetes edzőtáborok? Igen, hát világversenyek előtt 4-5 hét edzőtábor azzal megszokott, természetesen 4-5-6 inkább. És akkor mit csináltok? Mi a, az edzés mellett? Olvastok, csocsóztok? Alszunk. Az a megszokott hobbi mondhatni edzőtáborokban, de azért van kikapcsolódás. Természetesen eljárunk sétálgatni, kártyázgatunk, azt sokszor szoktunk. Ebben az évben mi a fő célotok? Mit szeretnétek elérni? Hát ez egy igen jó kérdés. Komoly célok? Hát, megerősödni. Minél jobban. Versenyek? Már nincsenek. Semmi? Nincs. Tehát így cél nélkül? Lehet élni? Van cél. Jövő évi. Jó, de hol van még? Már most meg kell kezdeni a felkészülést. Akkor most már csak erősödés, edzés, ennyi? Igen. Nyáron azért még egy-két hét pihi, azért lesz természetesen nyaralások, de én úgy vagyok vele, hogy már az előző évben fel kell készülni a jövő évi világversenyekre. Természetesen nem olyan felkészülés, mint a versenyek előtt 2-3 héttel, de azért már az legyen a fejünkbe. Most igazából még ki lehet próbálni, lehet fejleszteni azokat a technikákat, amik most le vannak maradva. Akartam is kérdezni, hogy például Dominik, van olyan technika, ami csiszolásra vár, vagy olyan dolog, amit fejedben megfordult, és szeretnél valamit kitalálni, kipróbálni? De most ugye ez az időszak most erre alkalmas. Igen, igen, természetesen vannak az emelések, onnan visszapörgetések akár, állásból dobások, szaltók, azokon ráfér egy kis csiszolás. Akkor ezt fogod csiszolni? Igen, ezen a nyáron ezt igyekszem kijavítani. És akkor ebből lesz a előrelépés, hogyha sikerül, ugye? Igen. Van olyan esetleg olyan trükk, fogás, vagy bármi, amit úgy te magad találsz ki? Volt már olyan? Hát egyes pillanatokban vannak olyanok, amikor azok úgy csípőből jönnek, ugye? De nem olyan sokszor van. Földi munkát szereted, vagy inkább az állást? Inkább lentről. Szeretsz védekezni, vagy? Hát nem az erősségem a védekezés. Nem? Lentről. Nem. Hát akkor gyakorolni kell, ugye? Igen. Meg azt is ki kell javítani. Nálad? Hát nálam is ugyanezek igazából. Mint? Nem. Igazából úgy vannak, hogy ha már én előttem 2-3 fogás az Európa-bajnokságon, azokból lehet valószínűleg felkészülnek. Én is így vagyok az ellenfeleimmel, hogy megnézem, mit csinálnak, és azokat már próbálom a védekezéseit fejleszteni, hogy következő versenyeken ne sikerüljön ellenem megcsinálni ezeket. De hát mi a biztosítok, hogy pont ugyanazokat a dobásokat akarják használni ellenetek? Hát ez nem biztos, természetesen. Ezért is gyakorlok például más technikákat én is, hogy meg tudjam lepni az ellenfeleimet. Melyik a kedvenc dobásod? Melyik az, amelyik úgy érzed, hogy még ha tudják is, hogy te azt tudod, ha minden klappol, akkor azt el tudod adni? Váldobás, szerintem. Az Európa-bajnoki döntőben is megcsináltam, de... Nem látom az értékét. Hát igen. Nem sikerült? Sikerült, igazából 2 pontért mögé tudtam menni. Ez már a második próbálkozásom volt azon a meccsen. Előtte is megpróbáltam. Igazából itt van a bizonyíték, hogy először megpróbáltam, nem sikerült, vagy még egyszer megpróbáltam, és ott már ugye 2 pont. Uh-huh. 2 pontot tudtam értékesíteni. Váldobással te hogy állsz? Én azt nem szálltam azt a fogást, én inkább lentről akciózok, emelek inkább, és onnan vagy visszapörgetés, vagy a dobás. Nem akartál szabadfogású lenni? Nem, határozottan nem. Jó a kötött neked? Jobb. Na az színesebb, azt mondják, hogy ott jobban lehet lábra menni. Hát nekem figyelni kell a lábrát, ez nem olyan egyszerű. Nem? Nem. Neked ugye muszáj volt kötött fogásba, gondolom. Nem volt más utad. Nem volt muszáj, de gyorsan jobban megszerettem, mint a szabadfogás. Természetesen van, amikor edzéseken úgy egyszer-egyszer edzések után úgy elhülyéskedünk, hogy szabadfogást birkózunk, akkor természetesen élvezzük, de 2-3 nap után már azért jobban megterhel. Uh-huh. Például úgy, mint egy szabadfogás után a kötött fogásra váltani, az ugyanolyan megterhelő nekünk. Ahogy mondtátok, ebben az évben már nem lesz több versenyetek,
Elégedettek vagytok ezzel az évi eredménnyel, amit 2021-ben elértetek? Dominik? Én határozottan elégedett vagyok magammal. Akkor nincs benned hiányérzet? Nincs. Elégedettnek elégedett vagyok. Természetesen örülnék az aranyéremnek is jobban, de én azt mondom, hogy majd felnőttbe fontosabb az eredmény elérése. Zárásként, Dominik, hány év múlva leszel ott? Hogy érzed a felnőttek között? Hány év múlva fognak számításba venni a felnőttek között? Hát, mikor megnövök, ugye, hogy mikor felnőtt leszek, akkor igazából, de hát, nem tudom, 5 év szerintem. 5-6 év. Akkor neked meg 4-5. Hát, segítek. Én remélem, hogy minél hamarabb számításba tudnak venni engem. Hallod? Én, ha lehet, akkor már 3 év alatt én ott szeretnék lenni a top emberek között. Hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Edzeni fogok, és majd eldöntjük, hogy hogy lesz ez. De az azt kell, hogy 2022 ott folytatódjon, ha most ez abban maradt, ugye? Igen. Sőt, a dobogó tetején folytatódjon. Hallod, a dobogó teteje? Én is ott leszek. Így legyen. Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. További sportosat.